Hogy jutott eszedbe megzavarni a délutáni szúnyogállásomat? Ez mi? Csak nem egy bajusz? Hogy csináltad ezt, öreg fiú? Ó, szóval ez titok, mi? Tudod, hogy Dollfész mindig azzal nyagad, hogy növesszek szörp a macsot? Hello, bocsi! Csak a fülem csenget, vagy valóban rólam beszéltetek? Épp a városba tartunk harapni valamit. Van valakinek kedve velünk tartani? Ez egészen valószínű. Átlátszó vagyok, mint egy ablak. Tom! Tényleg te vagy az? Ó, teljesen új külső. Már épp itt volt az ideje. Nem akarsz csatlakozni? Jobb, ha minél több helyen virítunk ezzel a csodás szerzettel. Ez meg mi volt? Mit találsz mulatságosnak? Az mi? Folyékony fürtök. Erősítő, növesztő és hajápolószer. Tehát ez a titka. Adj csak ide! Miért fizessek érte, ha elvehetem? Mindenkinek megvan az ára. Lássuk, hogy működik. Ez igazán tömött bajusz, Tom. Ha kell, kölcsön adom hozzá a vasalómat. Igen, az a ritmus. Tomi, meg kell mondanom, a parkett ördöget te vagy, na meg a dús bajuszot. És zenésznek se kutya. Mi a helyzet, lányok? Bocsi! Jaj, Tomi! Micsoda srác! És milyen csodás a bajsza! Ó, lányok! Miattam viaskodni. Kéne még egy adag a léből. Akkor ezt el is intéztük. Nos, hölgyeim, hol tartottam? Ó, igen. Mi lenne, ha most elmennénk együtt ebédelni? Azt hiszem, nektek még van egy elintézetlen ügyetek egymással. Ha? Nem tudom, de hogy vele tudod, de nekem elegem van ebből a szörháborúból. Nekem szintén.